Június 9-én a Városi Könyvtár Utazási Klubjának 36. összejövetelén egy izgalmas előadást tartott Kása Henrietta túravezető. A két órás fotókkal illusztrált bemutatón egy hátizsákos turista élményeit ismertük meg a perui Amazonasról, illetve Dél-Amerikáról. Kása Herrietta úgy jutott el Tiszafüredre, hogy egy kéthetes kerékpártúrát szervezett magának, amelyben Záhonytól Szegedig végigjárja a Tiszafolyó Magyarországi szakaszát, és közben néhány településen elmeséli dél-amerikai utazásának élményeit. Az utazási klub eddigi 35 előadásán sokféle földrészt, országot, népet megismerhettek már a klub tagjai, de ezúttal egy különleges ember 9 hónapos, nagyon izgalmas beszámolóját hallottuk. Az előadás előtt és közben is sok mindent megtudtunk a fiatal hölgyről. Kása Herjette Csongrádon él, 37 éves, a Győri közlekedési főiskolán szerzett diplomát logisztikából, de nem tudott elhelyezkedni. Szerelmese volt a spanyol nyelvnek és kultúrának, alapfokú, semmire se jó spanyol nyelvvizsgával már rendelkezett, ezért Spanyolországba ment, hogy nyelvet tanuljon. Ez a kirándulás nyolc évig tartott, ebből két évig mosogatott, takarított, ekvádori szobatársaitól majd nyelviskolában tanulta a spanyolt, és szakmájában állást is kapott egy szállítmányozó cégnél. Itt már tudott pénzt gyűjtögetni, hogy nagy álmát, egy hátizsákos dél-amerikai utazást megvalósítson, Patagóniába szeretett volna eljutni. Az álom részben két évvel ezelőtt vált valóra, az Andok és az Amazonas medence egy részét fedezhette fel. Ennek a kilenc hónapnak az élményeit, illetve azok töredékét mesélt el az érdeklődőknek. A fotókkal illusztrált beszámolóból egy nagyon távoli, számunkra idegen, ezer titkot rejtő, de szegény területét mutatta be Perunak. Az előadásból kiderült, hogy mennyire személyesek azok az élmények, tapasztalatok, amiket Kása Henrietta átélt. Egy apró megjegyzést fűzünk a hallottakhoz. Egy térkép nagyon hiányzott a beszámolóhoz, hogy nyomon lehessen követni, merre is vezetett a hátizsákos utazó útja. Herrietta elmondta, hogy a kilenc hónap alatt egyetlen atrocitás sem érte, semmint külföldit, semmint nőt, feltehetőleg azért, mert jól beszélte a nyelvet. Ahol ő járt, ott nem tolongtak a turisták, igyekezett elkerülni a népszerű idegenforgalmi célpontokat. A fotókon a hegyek, a vízesések, a dzsungel, a növény- és állatvilág szépségei mellett, a folyók melletti kis falvak elmaradottságát, szegénységét is bemutatta az előadó. Az Andokban 5300 méteres magasságban járt, és amikor lefelé jött, akkor kapta el a hegyi betegséget. Túl gyorsan jött le a hegyről, és a szervezete nem tolerálta a nyomás különbséget. Nem maradtak ki a beszámolóból a humoros pillanatok sem. Hogyan jutott hozzá igazi európai kávéhoz, hogyan lett egy háromnapos utazásból hét nap, milyen jó dolog heverni egy hajó fedélzetén egy függőágyban és nem csinálni semmit. Szó esett az étkezésről is, hiszen rengeteg olyan ételt megkóstolt, ami itthon nincs az étlapon. Lárvát, kajmánt, teknőcöt. A perui hajóút utolsó állomása Iquitos városa volt, ahonnan Kolumbiába indult. Az előadás végén kiderült, hogy Kása Henrietta az utazás és az élmények hatására pályát módosított. Jelenleg dél-amerikai túrákat vezet, így tudja kamatoztatni a kilenc hónap tapasztalatait.